mindig a hátsó szállal két dolgot csinálsz. Felhozod, és le is viszed. És a hátsó szállat felhozod, és le is viszed. Kosárfonást tanulnak a gyulai közösségi házban roma nők és férfiak. Így, na most várjál Hajni, én. Bocsánat, ide, így. Horváth Hajnalka jelenleg közmunkából él, de később elképzelhetőnek tartja, hogy komolyabban foglalkozzon a kosárfonással. Második alkalom, hogy itt vagyok ezen a kosárfonó tanfolyamon. Hát tetszeni tetszik, csak erősen ugye meg kell tartani, feszesre kell fonni a kosarat, ahhoz, hogy jó és szépet is mutasson. Hát megy, jó, tetszik. Gyulaj lakosságának 75-80%-a cigány származású. A település polgármestere azt mondja, nagy szükség van az ilyen tanfolyamokra, nem csak a közösségépítés, hanem a romák megélhetése szempontjából is. Akik tudtak, elhelyezkedtek, sokan járnak közmunkába, dolgoznak az önkormányzatnál, 42-en vagyunk itt most ebbe a programba, de reméljük, hogy egyre többen el tudnak helyezkedni, vállalatoknál, vállalkozásoknál itt-ott, hogy tényleg egy kicsit fölze, és az élet színvonalukon egy kicsit javítanának. A kosárfonó tanfolyam a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásából valósult meg a községben. Az intézethez több mint 139.000 forint folyt be az 1%-os felajánlásokból. Ezt az összeget adományozták oda a településnek. Én nagyon bízom abban, hogy akik most a kosárfonás érzékenyítésre sikerült érzékenyítenünk annyira, hogy megfogta ez a kosárfonás, hogy mivel Gyulajon is elég sok terméket állítanak elő, készítenek, termelnek, ezért piaca is biztos, hogy lesz neki, és először még, hogyha csak idézőjelben másodállásban végzi ezt a tevékenységet, utána már ugye be kell gyakorolni is, és akkor lesz jövője is. A munka itt nem ér véget. A Nemzeti Művelődési Intézet az önkormányzattal közösen létrehoz egy értéktárbizottságot a településen, ahova a roma hagyományokat és a közösségi értékeket veszik majd fel. A cél az, hogy Gyulajon egy olyan közösség jöjjön létre, ahol a roma hagyományokat, néptáncokat, valamint a nyelvet is ápolják.